Sziasztok srácok, megcsináltam még egy OTV Winter upgrade-et. Megint egy adhatatlant, ugye az első vett egy Van Dijk. Úgyhogy csinálok még egyet, hát ha még ennél is jobb jön. Csapatbonyolítószont vettem meg, őt találtam legolcsóbbnak is, a még ilyen ratinget is valamennyire feljebb tolja. Nem úgy, mint a 75-öst vettem volna meg. Vagy valami 75-ös Van Stewardsot, és akkor hát ugye van bent a csapatban 382-es, egy 79-es, 3, nem 480-as, és 281-es. Ezek nem kellenek nekünk, úgyhogy be is áldoztuk őket. El is nyomjuk. És reménykedünk, hogy Van Dijknál. De reménykedjük, hogy ne a Van Dijk, nem akarsz lelkek vigselezni. De reméljük, hogy a Van Dijk nem jobb ilyen. Na nézzük. Tosun. Hát bazd meg. Ez szörnyű. Ez szörnyű. Na jó, hát ez egy nagy szaur, úgyhogy csinálom még egyet. Tosszun. Látjátok mennyit ért, hogy talán megmutattam ugye a csapat, miért elnyomtam az SBC-t, talán megmutattam mennyit ért, ilyen 35 ezerbe. Simán el lehet vinni. Megy föl, és szerintem lehet, hogy ugyanabban a videóban, csak egy kis vágással, megcsinálom mélyét, mert ez gyötrelmes volt. Na, csináltam mélyét Tosun köré. Ugye most inkább vettük hozzá a játékosokat. És egy-kettő van meg. Majd 80-as, 83-as, ugye, hogy ne kéne olyan sok 81 feltit, vagy igen, 80 feltit beakni. Ugye van itt 79-esből pár, meg egy 80-asból is egy jó pár. És 383-as felvitte. Szóval is csak 78-as, de akkor elnyomjuk. Reméljük most jobb fog jönni. És bedobja azt a 75-öst. Akkor én nem tudom mit csinálok, akkor csinálok mélyét. Na nézzük! Koklen. Hát abból csinálom ilyet, azt hiszem. Ez se az igazi. Beküldjük. Mennyibe kerül ez? Coquelin, speciál. Gondolom ugyanígy fog menni, mint a Tosun. Legolcsóbb 35.750 coin. Úgyhogy szerintem mindjárt jövünk még egy pakka. Na itt a harmadik, és szerintem ez az utolsó, de még átgondolom. Coquelin köré. Ezt tudtuk csinálni, ugye nagy részt ugyanaz. De a Valbuena van még ott a Torres. Gyakorlatilag a többi az mint volt már, Diego López volt az előzőbe. Innen is vennünk el a felét, több mint a felét, úgyhogy napadna most ami értelmeset. Na nézzük! Nem is húztam az időt, rögtön elnyomtam, gondolom akkor nem lesz benne semmi.
Musza, bazd meg. Most egyen jobban menjünk lefelé, vagy mi az Isten? Na hát miért funkcionál itt ez a szar? Nem fogja ezzel befejezni a szart. Musza. Bazd meg, nagyon legszarabb. Na jó, miért csinálok? Srácok, muszáj, nem kell nekünk akármilyen OP is, meg nem is, de nem is OP, mert ebben a szar csöves izébe játszik már. Orosz ligába. Ugyanazokat vettünk meg gyakorlatilag az SBC-be. Nem is húzom tovább az időt. Fú, hát aztán negyedik jön. Nem dobott. Igen, kijött Tosu, Musza meg a Kokrát. Nem dobott 80, nem magasabbat. Na nézzük. Úristen. Kit fog dobni? Nem tudom. Bacsuai. Ez jó, viszont nem most izé upgrade-elték. Ez már jó. Na walkout. Ez is, több is walkout, ez egy masszív walkout. Gyakorlatilag úgy nézik, ez egy napra kapott informot. Végül is cselcsatán kipróbálhatjuk. Na, csoda, hogy jött valami. Na nézzük, mennyit ér. Finishing 92, shot power 92. Fizikája is még egész jó. Dribblingje is, így oké, okay, minden 80 fölött van, igen. Ez fasz volt. Még jó, hogy kapott infonot, de amúgy szerintem akkor már mérne semmit. Na nézzük. Bacsuai. Speciál. Ez a Chelsea is. Na akkor viszont beírom, mert csak úgy lehet megnézni, hogyha beírom, hogy Dortmund. Beírom azt, hogy belga, és akkor csatár. Bácsua itt van, 89 ezerre megy. De gondolom mindjárt elviszik. 90 ezer van, tehát végre egy jó nyitás. Ez még picit drágább, mint a Van Dijk, úgyhogy jó, van, jóval zártuk végül ezt a Once to Watch nyitást. Srácok, ennyi lett volna a 4 darab pak. Jött egy Musza, egy Coquelin, egy Tosun, meg egy Michel Batshuayi, úgyhogy ennek örülök. Ha tetszett, nyomjátok egy lájkot a videóra. Alex voltam, szevasztok!